Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Úgy tartják és azt mondják, hogy ahogy egy pénz kinéz, az elég sok mindent elmond egy országról, vagy legalábbis arról, hogy milyen monetáris rend van egy bizonyos országban, márpedig kéne szeretne olyan országban élni, ahol a pénz körül legalábbis valamennyire rend van téve, sőt, még arra is adnak, hogy egy pénz rendesen is szépen nézzen ki. Későbbiekben fogunk még szép pénzeket is nézegetni vagy tallózgatni a világ körülről, de az jutott ez most eszembe, mert hogy tényleg itt van az új 20 lejes, ami egyrészt érdekes, hogy pont most ebben az évben kellett ezzel ugye foglalkozni, mert milyen egyszerű volt. Volt egy lejes, volt öt lejes, volt 10 lejes, hoppá, lett 50 lejes, aztán dupláztunk 100-ra, aztán dupláztunk 200-ra, aztán ott volt az 500 lejes. Nem, te láttál, én nagyon ritkán, az létezik? 500 lejest, bevallom, derekasan jártam már a kezemben, de esküszöm. De ahogy jött, úgy ment is? Igen, igen, ráadásul egyrészt, másrészt tényleg olyan különlegesen kuriózum volt maga a helyzet, és teljesen abszolút, de nem hétköznapi érzések tolódtak fel bennem. Nem azért, mert hű de gazdag lennék, mert tényleg, ahogy mondod, jött és ment az a pénz, de ugye amikor először fogsz meg egy ilyen teljesen nem tudom. Egyrészt nagy érték azért 500 lej, ma még mindig pénz, hál' Istennek, másrészt azért, na tényleg nem minden nap jár a kezünkben. És az az igazság, nagyon szerettük volna, ezt bevalljuk itt derekasan műsor közben, és nagyon szerettük volna a mai napon ezt az emlegetett 20 lejest is a kezünkbe fogni, megmutogatni nektek olyannyira, hogy ilyen egész komoly szervező akcióba kezdtünk Endrével, rokonokat, barátokat küldtünk, hogy különböző nagyvárosokba kopogjanak be a bankokba, hát ha valahol adnak, na hát pekünkre. Én konkrétan Marosvásárhelyen próbálkoztam, illetve az én ismerősöm, hát nem, mert Vásárhelyre nem küldtek még. Időközben az is kiderült, hogy elsősorban Kolos, Konstanca, Dolzs, Iás és Temes megyében jelennek meg ez a 20 lejes, úgyhogy lehet egy kolozsvári ismerőst kellett volna megkérni, hogy postázzon haza nekünk, mert állítólag ugye december 1-től már forgalomban van. Mi még nem láttuk. Az milyen jó lehet, hogy az ember elküldi, milyen korokat élünk kincs, az ember elküldi az összes haverit, rokonját maszkban, bankba, és mindannyian hazajönnek, és még mi is itt ülünk. Na ez az, na ez az. Ez az nyereség az egészben. No szóval, ami tudni kell, hogy ez megint ez az egész műalkotás, ami nem az szerintem, mert hogy míg vannak pénzek, amelyek műalkotás szintjén is elmennek, és érdemes. Én láttam egyébként pénzgyűjtőnek a kollekcióját, szépen ilyen kis, vagy akár nagy üveglap alá behelyezve és elrendezve, mindenféle leíráskával, stb. Azok, amennyiben tényleg papírra szépen, vagy akár mitne szövetre nyomatva, és rákészítve szépen színárnyalatában, a karaktereiben, beosztásában, vannak olyan pénzek, mindjárt szóba kerülnek, amelyek tényleg egy művészeti alkotás, és egy akár tematikus falat szépen fel tud díszíteni, ha van pénzed begyűjteni. Én ezzel a művészi alkotással az, veszekednék. Az. Hát nem tudom, Endre, ha végignézted azt az összesítést, amiről tényleg később fogunk beszélni, azért ott hát vannak szépnek jó. Szépek, de nem művészi alkotások. De egymás mellé teszel a sok mindent. De nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ugye pénzekre és konkrétan bankokra azért nem feltétlenül egy Picasso alkotást, vagy egy kortárs festményt tesznek fel, hanem mégiscsak az országra jellegzetes arcképeket, épületeket, vagy lásd ugye akár Dél-Afrika esetében az öt nagy afrikai állat van feltéve a különböző bankokra. Szóval, hogy azért na, egy elefántról készült effektív fantomkép az én olvasatomban. De nem ilyen cuki pingvin. Hát az meg egy pingvinről készült fantomkép. Jó, én szeretem ezeket, mindegy. Szóval ide visszatérve, hogy azért, és maga a tapintása, az érzése, tehát hogy az, hogy valamilyen szinten megzizen. Tudom, hogy nagyon praktikus a nylon pénz, és ezt mindig dicsérik, hogy nem lehet szétmosni, nem fog megpenészedni, nem fog tintafoltos lenni, nem, bár az igen, ha jól meggondoljuk, mindegy. Szóval, hogy nagyon-nagyon védve van tulajdonképpen azáltal az anyag által, amiben bele van impregnálva, kérlek szépen, és ettől a mindenféle lejek ugye biztonságban vannak a rongálódástól. Ez teljesen praktikus megfontolás. Aztán, hogy olyan fránya módon össze tudnak ragadni, mintha úgy egy és ugyanaz a bankó lenne, az egy másik történet. Főleg nyáron, amikor próbálsz úgy nagyon hőségben kiszedni valahonnan egy lejest, én ritkán kettőt szedek ki valamiért. Na látod, én pont, hogy télen vagyok ilyen vacak helyzetben, azért, mert még nyáron viszonylag ugye a melegnek köszönhetően úgy, ahogy de izzad a tenyerem, híbe, hobba, ha más nem, hát ciki helyzetekben, addig télen olyan szinten ki van száradva a bőröm, hogy tényleg járok úgy, benyúlok szó szerint a zsebembe, és megpróbálok kihúzni egyetlen egy román bankót, és kirepül a zsebemből még 3 darab, mert egyszerűen nem érzem, meg csúszik az egész. Hogyha van hátránya a mi pénzünknek, akkor egyértelműen ez a csúszásosság, meg azért gondolj bele, te is érted még a régi típusú pénzeket, mennyivel könnyebb volt azt számolni, mint ezeket a műanyag cuccokat. Bár na, az is tény, hogy a hatalmas előnye meg az, hogy az első mosás után, amikor egyszer csak hopp a zsebből előkerül akár egy 100 lejes, és így áldod a fennvalót, hogy jaj, de jó, hogy nem papírból volt ez a pénz, hanem inkább műanyagból, vagy megfürdőszül benne mondjuk a tengerben, vagy a strandon,
London, vagy a bárhol, és még mindig bankó a bankó, tehát ilyenkor azért előny a műanyag. Te már jártál így? Strandon? Igen, igen, emlékszem én is a helyzetre. Endre itt közben mutatja, amikor az a bizonyos száz le és a Marosvásárhelyi víkend telepen ott lebegett a szemem előtt. Hát igen, azt hiszem, ezt nem fogom tudni ugye sose lemosni magamról, meg. Hogy hová rejtettem el a bankót. Hát igen. De reméletleg a strandvizét már rég lemostad egyébként. Maradjunk csak az abban, hogy a nő az boldogul minden körülmények között. Így van, hát nevezett Ekaterina Teodorújú is megboldogult, ha már itt tartunk, mert hogy ugye tulajdonképpen itt az a hölgy van rajta a bankjegy előlapján, aki ugye annak idején tulajdonképpen ilyen nővérként, ápolóként is dolgozott, majd pedig akár egy gyalogsági szakasz parancsnokaként is hősként vonult be tulajdonképpen az első világháborúban. Amit tudni kell róla, hogy egy elég vékony minőségű, nem full extra 4K-s HD-s fotó volt az alapanyag, amiből dolgoztak. Én mégis azt mondtam, még mielőtt neki veselgettünk volna a témának, hogy akár ebből a fotóból is van az a technológia, amivel egy élethűbb, szebb, és ahogy Kincső, te is kifogásoltad, vagy az ismerősöd Facebookon, egy nőiesebb, vagy nőibb, akár megjelenítést erre a 20 leves bankóra simán rá lehetett volna vinni. Akit meg érdekelnek a méretek, 136x77 mm, de pont úgy fog, már mint a 20 leves, de pont úgy fog inflálódni, mint a többi, tehát ez igazából nem számít. Amit még rá lehet... Ha nem. Ez fontos, te tudod miért? Fontos, bocsáss meg, itt kacarászol a méretek apropóján. Persze, de fontos. Komolyan, én most szeretnék levelet írni az angyalnak, hogy hozzon nekem pénztárcát, és ha hiszed, ha nem, az egyik legfontosabb szempont a pénztárca kiválasztásakor, hogy valóban férjenek bele a bankok. Tehát, hogyha 136 centiről beszélünk, ez ugye 13,6 centiméter. Jó, jó, jó levelet írtam az angyalnak, egyelőre megnyugodtam, hogyha majd lesz 20 lejes bankom, az be fog férni. Viszont, ha már a látványnál tartunk túl a méreteken, színeiben az olívazöld fog dominálni, illetve nem jövő időben, mert elvileg ez már van, szóval olívazöld a bankunk, illetve amit én nagyon szeretek, az az, hogy az előlapján egy csokor sáfrány is megjelenik még az említett hölgy arcképe mellett, illetve a Román Cserkész Szövetség címere is felelhető lesz, a hátán pedig a Mörösestben található mauzóleum kerül, ami mögött a lilion virágot helyeztek el. Olvassuk szinte szó szerint a Benneri közleményét. Én nagyon várom már, hogy lássam. Tehát én nagyon szeretném, nézd meg, ez a jó kis román gics, ez azért ott van mindenhol is. Tehát a sáfrány, a nő mellett, a mauzóleum mellett, a nem tudom micsoda, mindez olívazöld, na, de nem akarom én szapulni, na tényleg. Ne szapuljuk, én azt mondtam, legyünk optimisták, és mondjuk azt, hogy ez nagyon szép lesz. Igen. A hölgy, aki úgy néz ki, mint egy úr, na ezt mondjam el még egyszer, ha valaki véletlenül nem adott a beköszönni, és tényleg egy nagyon jó barátos ném tökéletesen rátapintott a közösségi médiába, hogy az életben először egy román bankjegyre is felraknak egy női arcképet. Juhú, egyenlőség és 21. század, erre fel tényleg úgy néz ki szegény hölgy, hogy mármint ezen a képen, ami fel van téve, hogy mondtam is Endrének, mint egy friss besorolás előtt álló suhanc annó a 90-es évek elejéről, talán egyedül a szája az, ami így vonásaiban idézi a női arcot, hogyha száját levesszük, akkor simán elmenne ilyen baka legénynek, nem? Te igen, én most kezdtem így figyelni, az egyik szeme az nőies, a másik az inkább harcias. Nem lehet ezt egészen megfejteni. Ugye ez nem a Román Cserkész Szövetségnek a szimbóluma, könyörgöm, ez a lilium, nemzetközi cserkészjel, elnézést kérek. De tehát, nem az a sáfrány, nem? Az a sáfrány itt. Hát azt írták, hogy lesz sáfrány, gondolom, ha zöld legyen már sáfrány. Tudod, ha zöld és mit tudom én egyáltalán növény, akkor az hamarabb talán a sáfrány. Azt írja, hogy a háttérben lesz a Román Cserkész Szövetség címere, úgyhogy gyorsan csekkoljuk, milyen jó lenne látod kézben. De ez az, és ez nemzetközi cserkész szimbólum. Hát de lehet, hogy a románok na ilyen szempontból a magukénak érzik, hát ja, nem itt kötekedjünk jobbra-balra. Jó, nem, persze. Egy a lényeg szerintem a fő tanulság, így közel 10 perc után én szeretném levonni a konklúziót, a 20 lejes apropója, minél többet kapok belőle, annál jobb. Lehetőleg úgy, hogy ne kelljen senkinek visszaadni. Igen, itt közben ugye van ez a díz, mondjuk milyen győzelmi medál, amit egy piros-fehér-zöldes kitüntetés, köszi szépen, hogy mi is rákerültünk. Hallgass, aztán valaki észreveszi. Nézzük meg a hátát.
Mert ugye láttuk már a... Igen, igen. Itt van egy arkangyal már is, vagy kardangyal legalábbis, mert hogy egy ilyen szárnyas... Fejvadász, mi? Körülbelül igen. Egy ilyen jó kis szárnyas, ellátmányú, enyhén röpködő mitológiai alak rátámaszkodik egy kardra, ami látszik a pongyoláján, hogy fél lába nem nagyon van neki. Tehát érthető, hogy miért kell erre a kardra rátámaszkodni. Ó, de ne legyünk megint gonoszak vagyunk. Jó, bocsánat. Hát az angyalokkal nem viccelődünk. Tény, hogy konditerembe biztos járt ez az arkangyal, mert nézd meg, olyan válizmai vannak, hogy elbújhatunk mind a kette mellette. Jó. Viszont tudod, mi a jó? Esküszöm, az az első benyomásom, ahogy így nézzük, akár az előlapot, ezzel az enyhén futurisztikus női arcképpel, akár a hátlapját a 20 lejes bankónak tendre, nem olyan, mintha valami, én nem is tudom, valami jó kis krimi, vagy ilyen kincskereső, kincsvadászó film, nek a plakátja lenne, vagy akár a könyvborítója, tehát, hogy mész árkon bokron keresztül, legyőzöd az angyalt, bemész a mauzóleumba, megtalálod a kincset, kihozod, és kifele megállít a nőnek vélt férfi, mint a Sphinx, felteszi a nagy kérdést, és csak akkor tudsz tovább lépni, hogyha helyesen válaszolsz, azt megkapod a sáfrányt. Jó történetet lehetne szerintem felhúzni belőle. Egyértelműen, amúgy, hogyha tényleg komolyra fordítanánk a szót, és nem csak csúnyát mondanánk, szerintem egy félre sikerült diákrajzversenynek az eredményét látjuk itt. A kávé a harmadik helyre futott be. És... Igen, mert az első és második helyzetet azt meghagyják mondjuk a nem tudom milyen bankon. Legyen mondjuk egy 1000 lejes, egy új 1000 lejes, és egy majdani új 5000 lejesre. Spórolnak, igen. Igen, az infláció, ha így megy tovább, valószínűleg meglátjuk ezt. Nem mondj rosszat, mert lehet, hogy beteljesül. És ha hitted volna, ha nem, itt közben azt próbáltam megfejteni, hogy itt ez vízjel akkor, mert a másik oldalán is volt. Igen, de ha megnézed, ezen az oldalon már kék, fehér és piros színek pompáznak. Túlfelül mi zöldnek látjuk, de mondom, meg kell fogni kézbe egy valódi bankót ahhoz, hogy meg tudjuk ezt mondani. Ha esetleg drága hallgatók, ne adj Isten, tényleg valamelyikőtöknek már járt a kezében új 20 lejes, egyrészt azt se bánjuk, ha küldtök egy nagyon vagány fotót, Facebook Messengeren keresztül lehet nekünk postázni, másrészt a pénzt is elküldhetitek, azt se fogjuk azt mondani, hogy vigyétek haza, ne hozzátok vissza. Harmadrészt tényleg érdekel, hogy milyen színei vannak annak a vízjelszerűségnek ott rögtön a hölgy feje mellett. Né, volt régi 20 lejesünk. Igen, na erre emlékeztem én, csak nem nő volt rajta, hoppá, hoppá, de tudtam én, hogy volt valami régi. A babérkoszorús úri ember rajta valószínű, hogy korhűbb és jobban passzol, mint akkoriban most. Akkoriban amúgy is mindenki nő volt, tehát ne részletezzük ezt a dolgot, ez itt teljes, az tényleg kék volt, sőt, én emlékszem még a régi 100 lejeste is. Apukámik milyen jól számolgatták a papír 100 lejest annak idején. Bizony, bizony, és ezt nézem, hogy mikor 1881-ben volt kiadva egyébként a Komcsi féle 20 lejes, az olyan emlékszem, ilyen barnás sárga volt egyébként, és talán Avram Jankó volt rajta, de nem esküdnék meg rá mindenféle egyéb kijelentésekkel. No, hát meggazdagodtunk egy 20 lejessel legalábbis az ország. Nekem van egy egyébként hát mondjam azt, enyhén ilyen konspirációs elméletes történetem, hogy egy kicsit megfutott az infláció, és nem akartak a megszokott bankokból nyomtatni, hogy nehogy azt mondják, hogy az ország pénzt nyomtat, mert hígabb lett a pénzünk. Ilyenkor ez egyébként a Nemzeti Banknak a mentőve vagy kibújó megoldása, és inkább, mint hogy a régiből többet printeljenek, kijöttek azzal az ötlettel, hogy úgy nyomtassunk még bankot az országnak, hogy ne vegye észre senki, nagy hűhó körülötte, hoppá, 20 lejes női főszereplő. És már is betömtük az infláció száját. Ha erre gondoltak, szerintem nem fog ennyivel sikerülni. Én most azon gondolkodom, mert jó konspirációs elmélet ez, amit szóba hozol, hogy vajon annak idején, amikor emlékszel, azt a nagyon csúnya kékszínű 2000 lejest behozták forgalomba, akkor is valami hasonló történet volt a háttérben? Nem, az volt az első nylon pénzünk egyébként. Azt hiszem, Igen. Tehát az úgy volt, hogy azért volt a fogyatkozással összekapcsolva, mert pont úgy fogyatkozott, mint a nap, amikor olyan égi jelenség van, és egyre kevesebb maradt belőle neked. Közben itt még egy kicsit beszélj, mert olvasok egy üzenetet, amit mindjárt tolmácsolunk a hallgatóknak is. No, igen, ez egyébként én már összehoztam ezt az inflációra, ezt az egészet, és bármennyire félig meddig viccesen mondtam el azt, hogy mégis ez talán egy kicsit ilyen megúszós módszer volt arra, hogy újabb pénzet és újabb bankot dobjunk a piacra. Úgy néz ki, hogy a hallgató is pont ezt kapta el. Igen, egyébként, és látod, milyen jó, hogy beleszaladtam, és egy picit előre olvastam Ágnes üzenetét, mert nagyon szépen passzol pont ahhoz, amit te szóba hoztál. Azt írja nekünk Ágnes, sziasztok, szép jó reggelt, a 20 lejest nem láttam, de semmiképp nem hoz jót. Azt jelenti, hogy értéktelenedik a lej. A drágulások mi hamarabbi kifizetéséhez azonban szükség van a nagyobb bankóra, már megtanulhatnánk, hogy addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér, és húzzunk szőrt a tenyerünkből. Fizessünk, de miből?
attól, hogy nagyobb értékű bankjegyet tartunk a kezünkben, nem lesz nagyobb a fizetésünk. Jó hétvégét kíván nekünk még Ágnes, viszont kívánjuk neki is, és nagyon egyetértünk abban, vagy én legalábbis mindenképp Ágnessel, hogy tény, hogy azért, mert nagyobb az érték, attól nem lesz nagyobb a fizetés, de hadd hozzak szóba egy előnyt, vagy pozitív érvet is, akkor, ha már itt tartunk. Én például kifejezetten szeretem a nagyobb címletű pénzeket, egyrészt, ha, mert azt, ugye így születünk a világra, hogy ezt imádjuk, ezt szeretjük, de másrészt mondjuk helytakarékosság szempontjából. Tehát mint minden mostani nagyon elegáns, nagyon drágán kapható női pénztárca, úgy az enyém is olyan, hogy olyan kevés hely van, egyrészt az apró pénzeknek is, másrészt viszont az a zseb is, ahová be kell tenni. És akkor gondolj bele, hogy mekkora különbség van, amikor mondjuk 100 lejt egy lejesekből leszámolsz, és úgy tartod a pénztárcát, vagy beszéljünk csak 20 lejről, hogy ne durvítsuk a dolgokat. Tehát 20 darab egy lejes versus egy darab 20 lejes, az én olvasatomban hely és praktikum szempontjából egyértelműen elbillenti a mérleget. Igen, tehát ne az legyen, amikor elmegyünk az autópiacra, 3 pénztárcát kell vigyünk, hogy minden beférjen, nagyjából erről az elvről beszélünk. És visszakanyarodva erre, hogy nagy címlet és úgy tűnik, hogy sok pénzünk van, az az igazság, hogy van egy ilyen fajta illúziója az embernek. A hazai átlag állampolgár rendszerint mindig ilyen optikai csalódásban részesül, amikor a pénzről van szó, mert rendszerint azért vannak olyan emberek, akik még mindig fizetés első napján mennek a bankkártyához, és egyszerűen mindet levesznek, ami fizetésként megjelenik rajta. Igen, nem rólad volt szó. De rólam van szó. Mit szeretnél még mondani? Kiegészíted a gondolatot? Az, hogy amikor például valaki nagyon jól keres, és nagyon kis címletben kapja meg a fizetését. Tényleg, van, amikor megpróbálnak egy ilyen jó kis tektűsbékát kettépréselni című műfaj, ez a pénztárcával kell megtörténjen. Szerencsére krokodilbőrből van a legjobb esetben, és bírja a gyűrődést, de van az a tisztelet, amikor nem tud ketté felé tűrni már a pénztárcádat. Na igen, igen, az a helyzet, hogy szerintem ez ilyen nagyon idilli kép, amiről te beszélsz. Nagyon sok fizetés, krokodilbőr, pénztárca. Persze, ez a minimum. Hát igen, igen. Azt hiszem, hogy az erdélyi magyarságot azért nem ez jellemzi. Ja. Másrészt viszont látod, olyan szempontból igazad van, hogy a folyamatosan levesszük készpénzbe a fizetés című történetnek, és megvan a hátránya. Én egyértelműen és felvállaltan ugye ezek közé tartozok, mindig hagyok pár száz lejt a biztonság kedvéért kártyán, de tényleg jártam meg úgy, hogy elmentem az automatához, és komolyan mondom, hát ilyen egylejesek és ötlejesek szintjén számolt el nekem a gép a fizetést, gondolom, hát mondom én, hogy jó érzés volt annyi pénzt a kezembe tartani, de tudván, hogy az értéke azért ugyanannyi, azért mégiscsak bosszankodtam, gondolom, hogy már úgy fogytán volt, ugye feltöltés előtt állt épp az automata, és a nagyobb címleteket éppen előttem elhoppolták, úgyhogy én gyorsan bementem a bankba, és mondtam a hölgynek, hogy bocsi, de nekem nincs ekkora pénztárca, hogy valaki ezt váltsa be, legyen szíves. Igen, és mindig ott van a másik helyzet, ha már a pénz címleteknél tartunk és értéknél tartunk, amikor hirtelen valakinek inkább kisebb pénzre van szüksége, ez két ember. És két ember tudok ilyen szempontból megnevezni, amikor valaki készül a piacra, bemegy a piac sarkán a boltba, és pont egy százasa van, meg kérem szépen tessék elváltani. És a másik típus, akinek mindig váltó pénzre van szükség, az pont az eladó, aki nem tud visszaadni pénzből. Tehát valamilyen szinten ennek is a mondjuk a Nemzeti Bank által kifejlesztett, vagy kigondolt politikáját is meg kell gondolni, hogy mennyire vannak arányban jól a pénzek az országban, hogyha mondjuk se a piaci árusnak, se a boltos néninek, és nagyon sok más embernek, aki vásárolni akar, nincs megfelelő címletekben elosztva a pénze. Tehát jó, hogy van nálad 200-as és egy lejes, de amikor készpénzes vásárlásra készülsz, ez nem biztos, hogy praktikus. Akár még a hétköznapi megoldandó dolgaidban sem. Ugyanakkor pedig vannak olyan helyek, vannak olyan mondjuk azt gépek, amik szépen pillognak és kísérik, mondjuk azt ígérik a Shangri-La-féle ragyogást, meg minden, amiben mind egy lejes és öt lejes van ott a sötétített ablakok mögött. És mit csinálunk azokkal? Azokat betesszük a gépbe, és el is megy a fizetésünk. Jaj. Na hát azt hiszem, hogy ilyen szempontból azért 100 szónak is egy a vége. Minél több pénz van, mindegy, tényleg édes mindegy, hogy milyen címletekben, annál boldogabbak vagyunk. Ez talán egy olyan alapigassága, nem csak az erdélyi magyar, hanem hogy a globális létezésének, hogy senki se nagyon szállna vitába ezzel. Viszont, ha már itt tartunk, és Endre annyit ígért, hogy beszélünk szép pénzekről, most már nem feltétlenül lesz időnk rá, úgyhogy hagyjuk az óra második felére, mit szólsz te, Endre? Jó lesz. Én inkább azt mondom, hogy ha már itt tartunk, és a pénz jelentőségéről és fontosságáról is szó esett, akkor gyere egy kicsit nézzük meg akár azt az oldalát, meg
megvan az, amikor ugye jön a karácsony, jön az ajándékozás, az angyali járás, de vannak szülinapok, van nagykorúsítási ünnepség, van ballagás, van névnap, van locsolási időszak, amikor a legények öntözni járnak. Ezek ugye mind olyan alkalmak, amelyeknél valljuk be, egyre divatosabb az, hogy borítékban vagy nem borítékban, de különböző pénzösszegeket ajándékozunk rokonoknak, legényeknek, leányoknak, stb. És az az igazság, hogy nagyon sok kreatív módja és módszere van annak, hogy nem tudom, a pénzt tényleg ne úgy ajándékoz, hogy akkor berakod egy borítékba és pont. Mm-hmm. Ugye ennek az első és legidézőjelesebb, közhelyesebb változata az újításnak az, amikor mondjuk egy képes labba, ilyen kinyitható képes labba teszik bele, odaírnak meg valami kedves gondolatot is, de ugyanúgy borítékban köt ki, és ugyanúgy az a sablonos, unalmas gesztus van, ami az átadást illeti. Na, ezen kívül van még egy csomó vagány kreatív módszer, nem tudom, te ezek közül ismersz-e valamit. Én láttam ennél csúnyábbat. Mit? Boríték nélkül. Jaj, igen, az még cikébe. Lógatom, és még lengetem is, hogy lássa a másik keresztapa. Tudod, hogy konfirmáláskor én 6-szor annyit adok a fiatalnak, mint te. Aha, igen, megvan az előnye. Jó vastag rend, ropogós új húszlejes. Csak akkor jó, mikor te konfirmálsz, vagy, igen. Vagy bérmálkozol. Az, aki igen. fogadja, az nem kell szégyenkezzen, mert ő nem tett semmit rossz fát a tűzre. De visszatérve, amit te mondasz, igen, van ennek egy... hogy mondjam, elegánsabb formája is, amit lehet akár kreatívsággal is összekötni. Lehet akár egy ilyen jó kis, én egy szülinapon láttam egyébként, mert ugye az volt a kérés a szülőknek, hogy nagyjából ők tudják, hogy mire van szüksége a gyereknek, és ilyen apró akármit lehet vásárolni. Viszont ami egy nagyobb értékű ajándék a közeli rokonság részéről, az tényleg legyen inkább ilyen konkrétan anyagiakban, pénzformájában jelenjen meg, és akkor volt egy ilyen nagyon jó ilyen kincskeresős játék. És volt egy ilyen nagyon titkos zárakkal rendelkező doboz, és ott lehetett megtalálni egy nagyon szépen feldíszített és saját aláírással ellátott, nem is boríték volt, az inkább ilyen papírdobozka, és még annak is volt egy papírkulcsa. Ó, menj már! És kincs keresni kellett az, hogy megkapja az ajándéket. Még a férfiak hátradőltek. Ja. Hát ez is egy szerethető módszer. Én ennél jóval puritán a megoldásokban gondolkodtam, bár tény, hogy soha nem csináltam még ilyet, de azért az internet tele van nagyon sok jó ötlettel. Az egyik talán leghivalkodóbb, nem tudom, pénz ajándékozási hogyan és miként, az, amikor nem tudom, ha láttál ilyen fotót vagy videót akár a neten, tudod, így felcsavarják kis hengerekbe, olyan lesz, mint egy szál cigaretta, vagy nagyobb esetben vagy egy jó nagy szál szivar. Vagy mint Pablo Escobarnak a réli szekrénye. Igen, adott pontokon. És akkor ezeket a hengereket úgy óvatosan lekötik, hogy ugye maradjon meg hengerformában, és ezekből összepuzzle-öztek egy tortát. De úgy, hogy nagyobb értékű, és szó szerint nagyobb méretű bankok voltak alul, az alsó szinten, akkor második emelet torta gyanánt jöttek a kisebb bankok, és legfelül még egy adag. Hát mondanom sem kell. Látványba szép tényleg, tehát van valami kreativitás benne, van valami különlegesség benne, de gondolja arra, hogy ahhoz, hogy ugye ez mégse egy vagyont jelentsen, mondjuk konkrétan anyagiakban, ez azt jelenti, hogy azért bebe kell váltogatni apró pénzbe, hogy azért úgy látványában egy tortát össze lehessen hozni. Na most nézd meg azt az első bérmáló fiatalt, vagy azt a konfirmandus fiatalt, vagy azt a szülinapost, vagy ballagót, vagy édes mindegy, aki örömmel átveszi ezt a tortát, megörül neki, nagyon-nagyon, aztán tudatosítja magába, hogy atya úristen, ezt most vagy egyenként költöm el nyalókára, vagy a következő utam a bankba kell, hogy vezessen, hogy ezt a sok aprót váltsuk be valami nagyba. Igen, és hát gondolom, hogy nem 100-500-asból volt a legalsó megalapozása hát annak a bizonyos jó kis ajándéknak, úgyhogy ez is egy másik történet. Hitelen erről a nagyon sok pénzről tudott, kijutott eszembe a Breaking Badről az enyhén duci színes bőrű bodyguard, amikor ráfekszik az óriási adag nagy pénzre, és egy kicsit prünnyög, mert hogy most jön az a része a filmnek, amikor ezt mind meg kell semmisíteni és fel kell gyújtani, mert akkora volt már a vagyon, hogy hihetetlenül, hát mondjuk azt népszerűségre tett szert a különböző hatósági szervek környékén. Itt most meg fogunk állni néhány gondolatig. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy nálatok akár esztétikai értéke, lényege, szépsége van-e a pénznek, azon túl persze az értéke az lényeges. Vannak-e szép vagy csúnya pénzek a számotokra? Ha igen, milyen bankok jártak a kezetekben, és egyáltalán, ha lehetne mondjuk erdélyi bankot nyomtatni, nem külön, román, de erdélyi jellegzetességgel, és erdélyi növénnyel, és erdélyi mondjuk nagy múlttal rendelkező emberrel, mégis kikerülne erre a jó kis mondjuk bennünket székelyföldieket tisztelő bankóra. Innen megyünk tovább még hozzá jó zenével, és mindjárt folytatjuk a hármas szabályt. 3.
magas szabály, a maga nemében páratlan. Elviekben december 1-jével kezdődően megjelent a vadi új román 20 lejes, Ekaterina Teodorójú arcképét ábrázolandó, és ugye erről beszélgetünk a mai hármas szabályban, és a részleteket is elmeséltük már, hogy hogyan és miként néz ki ez a bankú, illetve korábban ott maradt el a beszélgetésünk, hogy apropó pénz és egyáltalán pénz ajándékozás, lehet ezt egy picit esztétikusabban, elegánsabban megejteni, mint sem, hogy egy sima standard fehér borítékba beletegyük ezeket a pénzeket. És egy dolog még van, amit nagyon-nagyon szeretek, és a Pinteresten egyébként számtalan példa is van rá, szintén az a kategória, ami nem arról szól, hogy boríték, hanem egy kicsit kreatívabb módon lehet origamizni a bankókból, a pénzlapokból, mert ez esetben lapnak minősül, ugye, mert hajtogatásról lévén szó, jobbnál jobb, izgalmasabbnál izgalmasabb formákat lehet összehozni. Nem vagyok biztos benne, hogy ez a mi román nylon pénzeinkkel olyan jól tud működni, de teszem hozzá, egy kicsit megolvasztod, jobban tapad. Hát, zsírpapír és vasaló. De hogy tehát elégetjük a nylon pénzt, akkor már mit sem. Ezt ne csinálja és ne próbálja ki otthon senki, teszem hozzá. Na, de ettől függetlenül is annyit mondtuk már Endikével itt, hogy fogunk beszélni szép pénzekről, és akkor nem szépen hajtogatott és szépen csomagolt pénzekről, hanem konkrétan olyan bankokról is, amelyek mondjuk, és valljuk be derekasan, egy kicsivel szebbek, mint a mi román bankóink. Nekem egyébként hadd keressem meg, mert már szóba hoztam félig, és akkor beszéljünk egy picit részletesebben is róluk. Nekem a kedvenceim egyértelműen a dél-afrikai bankjegyek, és pontosan azért, mert korábban, ha lemaradtatok volna róla, a lényeg az az, hogy tulajdonképpen az 5 afrikai nagyvad van feltüntetve a különböző bankókon. Egész pontosan az orszalvú, az elefánt, az oroszlán, a kafferbivaj, illetve a leopárd, ezek különböző címletű bankokon megjelennek. Én ezt azért szeretem olyan nagyon, mert hogy üzenete is van, látványában is egy szép dolog, nem beszélve arról, hogy jó sokat is ér adott pontokon. Igen, és hát megint ott tartunk, hogy szegény zsiráf nem fért rá, ezért lemaradta az egészről, nem tudott olyan pozíciót felvenni, hogy beleférjen a nyomtatnivalóba, nem akarunk tréfálkozni. Egyébként itt van előttem a Bahama-szigetek $1-osa. Mm-hmm. Ha hiszitek, ha nem, valahol volt egy gyűlés, ahol valaki azt mondta, tudjátok mit? Azért a mondjuk állami, nem tudom milyen nagyon fontos nemzeti rezesbandát tegyük már rá. És gondolj bele, milyen sértődés annak, aki a zenekarban szolgál, hogy ő például itt valahol a hátsó sorban egészen felismerhetem, te lennél a tubás a Bahama-szigetek nemzeti fúvós zenekarában, akkor nem látszanál. Míg ugye a vezéreg is elől menetel, szépen vasalt ingben, az azért mindjárt prim szerepet kap. Egyértelmű, de hát ha megnézed a harsonásokat is, tehát simán a harsonának a tölcsérje lazán kitakarja az összesüknek az arcát, szóval lesz ott és valószínű volt is némi sértődés. Hadd mondjuk el nekem egyébként egy másik nagy kedvencem, mert rendszerint ugye nagyon fontos dolgok, vagy jelképes dolgok kerülnek fel a bankjegyekre. Én nagyon szeretem azt, amit az új-zélandiak csináltak, egész pontosan az $5-osuk esetében. Egy végveszélyben lévő állatot, a sárga szemű pingvint rakták fel erre a bankóra, és igen, azt hiszem, hogy ha mögöttes üzenetekről van szó, akkor ez egy kedves történet. Ráadásul olyan cuki! Egyébként igen, hát a pingvinek mindig cukik. Uh-huh. Itt van mindjárt Új-Zéland, ugye? És ez ezt már mondta, igen, de jaj, Tájföldre megyünk, kérem szépen. Tájföld az ilyen mindenféle pagodaszerű paloták, mondom szerű, mert nem azért Kínában vagyunk. Egy jó kis nagy palotát ábrázol, és egy úriembert valamiért a fenyítő, nem az a kard, azt hiszem, de elmehet fenyítő pálcának is, valami hajó is van ott a háttérben, és nagyon meg az 500-as bát, egyébként, mert ők bálnak nevezik ugye ezt a pénzt, és a legnagyobb értékű forgalomban levő címlet, ez kb. Olyan, hát mit is mondjak, egy olyan 50 lejtér körülbelül. Kb. Na de ha már itt tartunk, akkor beszéljünk esetleg egy keveset. Nekem például az ausztrál pénzek is kedvenceim. Ugye nem kell mondani, ez azért a brit bankjegyekre egészen komolyan hajaz, és még pontosabban az $5-osuk az, amit én nagyon-nagyon szeretek. Itt, ha jól sejted, de gyere mondd, és nem téveztem össze, ugye a hölgy arcát, második Erzsébetet látjuk ott a fotón, igen, fotón, hát a bankjegy. Fiatalkori selfie. Igen, az zavart meg, hogy túlságosan, igen, fiatalkori ez a kép, amit róla készítettek, de egyébként szerintem ez is egy szép pénz, és apropó, hát a nőknek is helye van a bankjegyeken. Igen, vannak egyébként itt, ugye ezek rendszerint azért papírpénznek néznek ki, mert hogy nem csillognak a fotón. Kanada vette a maga egyszerűségével a nemzeti sportot,
Uh-huh. Úgy, ahogy van. A nemzeti sportokat tulajdonképpen, mert hogy itt jéghokisok, azaz tulajdonképpen ilyen hát jégkorongosok és szánkos kisfiú és korcsolyázó népek is vannak a háttérben, egy jó kis hát ilyen jó jégkristály van rátéve, nagyon kékes, sárgás színű címletre. Nekem ez tetszik. Van itt azért szépség bőven, és van dizájn, ami tényleg elviszi a prímet. Amikor turistaként csak így csodálkozod, jó, de szép, és nagyon bánod, mikor fel kell váltani. Igen, és apropó turizmus, akkor ne hagyjuk ki az egyiptomi papír pénzeket sem, mert hogyha valamire, akkor látod például, hogy turista csalogatónak jó a banki egy maga is. Egész pontosan az, amit mi itt magunk előtt látunk, nem tudom nektek megmondani, mekkora címletű, mert egyértelműen kivehetetlen, viszont Kait Bai egyiptomi szultán mecsetét ábrázolja. Tehát, hogyha mennétek Egyiptomba is, jobb hiány nincs ötletetek, hogy mit nézzetek meg, mint turisztikai látványosság, ám ott van a bankunk, hogy hová kell menni. Hármas szabály. A maga nemében páratlan.